Sziasztok! Most ebben a videóban a százalék számításról lesz szó. Részei, alap, százalékláb és a százalék érték. Kiszámítása alapszorozva a százaléklábbal az egyenlő a százalék értékkel. Alap kiszámítása. Így tesszük fel a kérdést, melyik az a szám, amelynek 85%-a 340? Melyik az ismeretlen? Tehát azt x-el fogjuk jelölni. Az alap, tehát a x meg 85% az egyenlő 340-nel, és most az 1%-át fogjuk kiszámolni ennek. 340 osztva 85-tel az egyenlő 4, tehát az az 1%-a, és hogyha a 100%-kal szeretnénk megtudni, akkor azt meg kell tudni 100-szal, és így 400-at kapunk. Százalékláb kiszámítása, így tesszük fel a kérdést, a 340 hány százaléka a 400-nak? Melyik az ismeretlen? A százalékláb. 340 osztva 400-al, tehát a kisebbet a nagyobbal osztjuk. És az egyenlő valamennyi százalékkal, százalékérték kiszámítása. Így tesszük fel a kérdést, a 400-nak mennyi a 85%-a? Melyik az ismeretlen? A százalékérték 400-szor 85% egyenlő a százalékértékkel. 400-szorozva 0,85-tel az egyenlő a százalékértékkel, és kiszámoltuk, hogy az 340. Köszönöm a figyelmet!